Krásný zážitek, obraz i zvuk, vás je jen zvláště ládínek. Már egyetemi éveim kedvenc zenekara az MZ X, ők vittek bele a mulatásba, igaz, Dávid? Igen. Az MZ X zenekarra beszélgetünk. Igen, te voltál. Katonossági alkalmassági, melkos nézés. Azt mondta, hú, Mari, nézed milyen X-idé hoptiritis. Mikor kerültél először kapcsolatba a drogokkal? 93-ban volt, 8-os voltam ragasztó, aztán meg a marihuána 97-ben, érettségi után, két napban. Hogy sült el? Elcsaltam a marihuánától, kétszer. Ma mit csináltál magad? Ma mit csináltál magaddal, Dávid? Ittam, pedig vasárnap van és holnap. Megyek a fogfehérítő bizniszbe, és látom a Maldives örökre. És akkor hogy sült el ennek fényében ez a mai buli? Ennek fényében nagyon jól sült el, sikerült a terv. Látom a szíve, csak iszok, és szívok. És a Beatles lelkesen hallgatom. Dávidot hívja a nagymamája. Hello. Ne zárd be az ajtót, kérlek. Hello. De van kulcsom, de ne zárd be. Itt vagyok izébe. EU kapcsolatban vagyok a izébe. Európai Unióban. Pszichedelik. Nagy bőgővel, a 4-es-6-os villamoson hogy lehet közlekedni? Ha kevesen vannak, akkor kurva király. Ha ellenőrjön, akkor még király, mert izgalmas. Feri, mi az MZ X üzenete? Fogfehérítés! Tessék, ennyi. Igazából a szórakozás az biztos, hogy összetart minket. Játszunk többen is másik zenekarra, és egyik próbán sem szórakozunk, gyakorlatilag csak az MZ X próbákon. Meg is jegyeztem, hogy ott mindig megiszok azért két sört a biztonság kedvéért. És most így szövegileg milyen irányba indultál el? Maradtak a drogos témák, vagy nem? Maradtak, sőt jöttek. Sok drogos téma van. Ma éjjel az egy barátomnak írtam. Mai el úgy érzek, mint rég, mai el elképzelem, milyen lehetne. Ez az a fiú, akivel smároltál a Vagadugu koncerten? Nem, ő az unokatestvérem Gábor. Átlátható a képek, a bulik mindig véget érnek. Ez a buli is véget fog élni, és én hétfő reggel megyek fogfehérítőt csomagolni. Volt már olyan, hogy az arcodra dermedt a vigyor, nem? Okámban volt Békés megyében, hogy egy lányjal szemeztünk, és felakasztottam a szemem, mint a izébe, Alice in Chains-be. Alice in Chains style. Igen. És a lány pedig azt hitte, hogy drogozok. Pedig akkor még nem. Bevettünk egy LSD-s bélyeget a barátaimmal, akivel együtt zenél. És ott azt csináltam, ilyen vigyor szintű kifejezést szállt az arcon.
És akkor azt gondoltam, ez lesz a védélyem, kitaláltam, hogy mondom. Ez jó. Énekeseknél gyakori bevett szokás, légzéstechnika. Tudod, azt kell, hogy akkor azt úgy kell, hasból, figyelj, beszívom, figyelj, és akkor most. Na akkor most. And you. Deftos Tribute zenekar szeretnék alakít. My body touch and touch my tattoo. My body died. Van, aki szeret, van, aki kinevet, és olyan is van, aki gyűlöl. Van, aki azt hiszik, fölöttünk áll, és vizet fakaszt a kőből. Dávid, te láttam a 2-4 adást? Láttam, és rajongó vagyok. Mindig szerettem volna bekerülni, most bekerülhetek a faszommal. Ez az én faszom, nem nagy, de ügyes. Lányom. 06-35-35-29-29. Ez egy igényes műsor. Kálom, egy átide komolyra fordul a dolog, figyelj oda barátom. Mert bentről lehezen felfelé menni, hát nekünk csak ez jutott. Az, aki kinevet olyan, mint én, csak ő másból bukott. Matyi, 6 év után azért már lesz újra egy új lemez, ugye? 6 év után? 6 éve volt? 0-2? Baj, igen, az a címe. De elvasztuk, tényleg egy csomó időt elbúrtunk, tehát az, hogy feljöttünk Pestre, tehát az így igazából mindenki... 20 esztendőm hatalom, 20 esztendőm eladom. Följöttünk Pestre, és hogyha nem kell egy évet kivettünk, hogy ebből egy év, ami kialakul bármi. Hát azt nem beszélj! Na, és felvesztek 11 számot. Felvettünk 3 számot, de Zsolti fasza sokkal érdekesebb. Más is tudja, mondja el, az egész csak álom. Nem akar senki kiadni minket, ezért létrehoztunk egy saját kiadót, hogy... Zoli a vezérigazgató, ma adta át a posztot, ma volt céges buli egyébként. Céges minden évben van. A céges buli ezért van Dávid ennyire készen. Ő mentségére mondom, tehát nem. MZ per X. Esküszöm, tényleg nem vagyunk mindig ilyenek, csak hogy valami rokonom meg, hogy el. Ez valami különlegesség. Ennyi. MZ per X, MZ per X, jelentkezz. A hetedik reggel a nap felkel, sajnos nem aludtam még, mert a fejedben csak táncol az a sok megfejtett lenkép. Ti régen beszívtatok koncert előtt? Régen be, és most is. Fém ér a fémhez, ne menj hozzá metal zenészhez. Próbálkoztunk azon, hogy nem fogunk beszívni egyébként, meg hogyha majd komolyabb leszünk, meg ilyenek, nem ment. Semmi értelme, tényleg. Most nem akarjuk erre kiélezni, de hát ez van. Erre van kiélezni. Az élet érte mégis kevésbé fontos, ha jó lenne mindent tudni. Van egy olyan számotok, hogy a Jimmy Jim. Az kiről szól? A Jimmy Jim, az egy álommanúról szól, aki akkor jön, amikor elalszol. És előjön a fejedből, leszedi az arcodat, ha jó csaj vagy, mert csak a jó csajokra megy Jimmy Jim. Leszedi a jó csajok arcát, és beteszi egy albumba. És nézegeti, igen, nézegeti az albumot, és 2008-ban megjelenik az MZ pedig szúj lemeze. Nézegeti és? Kiveri. Akkor ez valójában te lehetsz, nem? Ez valójában Jimmy Jimmy vagyok. Mondták már nekem azt, hogy Zambó Jimmy, de mondtam nem, I am Jimmy. Nem ugyanaz. Álmodni tengerpartról és nőkről, nem az élet értelmét keresni. Nyáron játszottunk a Manfont, és Matyi meg Dávid annyira berúgtak a koncert előtt, hogy támolyogtak, esküszöm. Elmaradt aznap este a tankcsapda, és azonnal ketten egy tankcsapda számmal indítottak. Zolival mi így néztünk, hogy mi van, és tényleg megőrültek. Tényleg ott Dávid megint dugta a lábdobot,
őrület, ezek Matyi konferált folyamatosan, amit én előtte nem láttam tőle. Ott voltak anyuék, és azt mondták, tele volt a sátor, azt mondták, hogy hát ők még ilyen jó MT pedig koncertet biztos, hogy nem voltak. Nincs alvás, nincs alvás, nincs alvás, bébé. Legyen úgy, ahogy mindenki él. Legyen úgy, ahogy mindenki él. Life is Peachy. Imahú, atasz, imahú, atasz, imahú. Ez a kedvenc korszámom. A Korton. Megkérdezzük a faszomat, hogy mi van. Hol volt a jellem az óvodába? Ezt Epertől tanultuk a ti gitárosotoktól, hogy a viszki jó. Dobos.